Este 6-tól katasztrófa helyzetet hirdettek a járványügyi szempontból legrosszabb helyzetben lévő ausztráliai államban, Viktóriában, aminek határait már korábban lezárták az országon belül. Ezen túl családonként egy ember mehet el bevásárolni, egyszer egy nap, és ő is csak az otthonától számított 5 kilométeres körzeten belül. A rendelkezés éjszakai kijárási tilalmat is előír, jelentette be az állam miniszterelnöke. Daniel Andrews azt mondta, a melbourne-i nagyvárosi régióban este 8-tól tilos a kijárás az éjszakai órákban, tehát a katasztrófa helyzet alatt a következő 6 hétben minden este 8-tól reggel 5-ig kijárási tilalom van érvényben. Elmondta, hogy hétfőn további az üzletek nyitvatartását érintő döntéseket tesznek közzé. A város legfertőzöttebb góca az Epping Gardens kerület. Melbourne-ben szombat óta rekordmagas 671 új fertőzést és 7 újabb halálesetet regisztráltak. Viktóriában már meghaladta 11.500-at a koronavírus fertőzöttek száma, és 123-an haltak meg a betegség következtében.